Drónokkal támadta a dél-ukrajnai Odesszát az orosz hadsereg, a Harkivi TV-tornyot is megsemmisítették. Washington után London is jelentős katonai segélycsomagot ígért Ukrajnának. Az orosz védelmi miniszter azt közölte, nem nézik tétlenül Ukrajna újabb felfegyverzését. Csak lángoló romok maradtak ebből a lakóházból Odesszában. A kikötőváros drónokkal támadták az oroszok, több épület megrongálódott. Az ukrán hatóságok szerint tucatnyi ember megsebesült, köztük több gyerek. Hangos csattanást hallottam, minden beleremegett. A szüleim háza romokban hevert. Aztán megérkeztek a mentők, és mindenkit kihoztak onnan. Senkit nem engedtek vissza, mondta egy férfi. Darabokra robbantotta a Harkivi TV-tornyot egy hétfői támadás. A régió kormányzója szerint orosz rakéta találta el. A 240 méter magas tornyot használhatatlanná tette a cirkáló rakéta. A támadást követően Volodymyr Zelenszky leszögezte, Ukrajnának Patriot rakétákra van szüksége a védekezéshez. Ezt azoknak az amerikai képviselőknek is elmondta, akik az Ukrajnának szánt amerikai segély képviselőházi megszavazása után Kijevbe utaztak, hogy nyomatékosítsák, az Egyesült Államok kiáll Ukrajna mellett. A 60 milliárd dolláros csomag nagy hatótávolságú rakétarendszereket, lőszereket és légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogó rakétákat is tartalmaz majd. A négy prioritás kulcsfontosságú. Az égbolt védelme, a modern tüzérség, a nagy hatótávolságú képességek, valamint annak biztosítása, hogy az amerikai támogatás a lehető leggyorsabban megérkezzen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kongresszus, köszönöm, Amerika, fogalmazott az ukrán elnök. Közben London is újabb, minden eddiginél nagyobb katonai segélyt nyújt Kijevnek. Az 500 millió font, vagyis csak nem 230 milliárd forint értékű új segélyprogramot Rishi Sunak miniszterelnök jelentette be Lengyelországban, amikor a lengyel kormányfővel és a NATO főtitkárral találkozott. Az újabb nyugati fegyverszállítási ígéreteket Moszkva nem hagyta szó nélkül. A védelmi miniszter világossá tette, célpontjai között kiemelten szerepelnek majd az új hadifelszerelésekkel teli raktárak. Az Egyesült Államok és szövetségesei által jelentett fenyegetésekkel arányosan mi tovább javítjuk a fegyveres erőink összetételét és struktúráját, valamint növeljük a legnépszerűbb fegyverek és katonai felszerelések gyártását. Emellett fokozzuk a nyugati fegyverek logisztikai központjai és raktárbázisai elleni támadások intenzitását, fogalmazott Szergej Sojgu. A miniszter újfent azt állította, hogy ebben a hónapban több donyecki falut is elfoglaltak. Novomihalivkában az orosz tengerészgyalogosok nyugati gyártmányú fegyvereket zsákmányoltak, köztük svéd gránátvetőket, amerikai páncéltörőket és NATO elektronikai hadviselési rendszereket, tette hozzá Szergej Sojgu. A falu elestének hírét egy ukrán parancsnok tagadta, szerinte a település 15-20%-át, míg az ő csapatai ellenőrzik.